Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. A mai alkalommal az élettörténetek, élettapasztalatok adásában egy lelkipásztori családot szeretném, hogyha megismernénk, akik mindketten lelkészi szolgálatot végeztek életük során. Szeretettel köszöntöm a Gyűrűs családot, Gyűrűs Istvánné Pannit és Gyűrűs Istvánt. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Szeretettel és örömmel. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és megismerhettünk végre téged is. Köszönöm a székesfehérvári gyülekezetnek, akiket ti nagyon jól ismertek, hogy helyet adtak ennek a lehetőségnek, és ha a Jóisten is megengedi, akkor három beszélgetésben meg szeretnénk ismerni benneteket, azt, hogy hogyan ismertétek meg a Jóistent, hogyan ismertétek meg egymást, és a szolgálatban hogyan tudtatok Isten nevének dicsőségére élni, tevékenykedni. Szeretném, hogyha István testvérrel kezdenénk, és hogyha elmondanád azt, hogy milyen családból származol, hogyan ismerted meg a Jóistent abban a családban, ahol születtél, hogyan kerültél kapcsolatba az adventistákkal, hiszen egy előző beszélgetésből megértettem, hogy ez az életútodon következett, bekerült sorra. Valóban én nem gondoltam volna még 20 éves koromban se, hogy valaha lelkipásztor leszek, és ráadásul adventista lelkipásztor. Hát egy egyszerű családba születtem, első gyerekként, de öten voltunk testvérek. Édesanyám volt az, aki a lelki oldalt képviselte a családba. Édesapánk inkább a család ellátására összpontosított. A lelki dolgokat elsősorban édesanyám képviselte. Mikor gyerek voltam, akkor jártam hittarra, és ugye a katolikus rendtartás szerint az első áldozó, bérmálkozó, és ezeket a dolgokat megtettem. De mire középiskolás lettem, ugye valahogy a nagyfiúnak éreztem magamat, és úgy eltávolodtam a Jóistentől. Meg hát így a iskolai háttér, meg a továbbtanulási lehetőségek se ezt támogatták, ugye, hogy valaki vallásos legyen. Úgyhogy de nem kellett nagyon biztatni ebbe a dologba, úgyhogy magamtól is így eltávolodtam. Talán Isten tagadó sose voltam, de nem gyakoroltam aktívan. Talán, hogyha gyerekkori élményeidből el tudnád mondani azt, hogy hogyan tekintettél a szüleidre, illetve hol nőttél fel, hol születtél, és iskolás éveidben mit tartottál értékesnek, mi volt az a témakör, vagy tanulmány, vagy tevékenység, amihez ragaszkodtál, amit szívesen gyakoroltál? Hát Felsőcsatára neve annak a helynek, ahol születtem, és ott is nevelkedtem fel, az ottani iskolába jártam, és hát ott, hát ez egy kis falu, annak a
közösségében nőttem fel, és ott jártam, ahogy említettem, hitarra és a többi dologra. És hát az a helyzet, hogy hogy bizonyára sok száz prédikációt hallottam, de érdekes módon a kettő az, amire emlékeztem. Az egyik, amikor arról beszélt a pap a templomban, hogy hát a francia forradalom alatt ugye megváltoztatták ugye dekádra a hetet, és akkor hát az mennyire nem működött. Nyilván ő a vasárnapra hozta ki a dolgokat, a másik, pedig emlékeztem az utolsó ítéletről, ugye Jézus eljöveteléről beszélt egy alkalommal. Ez a két prédikáció maradt meg bennem, a többit valahogy elfelejtettem, vagy hát legalábbis nem volt annyira emlékezetes. Hát így, hogy a gyerekkoromról... Édesanyádról, édesapádról milyen emlékeid vannak? Mi az, hát, amit szívedbe zártál velük kapcsolatosan egy egész életen át? Hát az édesapám egy nagyon dolgos ember volt, aki igyekezett a családjának mindazt előteremteni. Azt hiszem, hogy több ember helyett is dolgozott. A édesanyám pedig, ahogy említettem, ő képviselte a lelki vonalat. Ő neki sok olyan ima tapasztalata volt, például emlékszem, hogy amikor megjöttem az egyetemi felvételiről, mondta, hogy imádkozott értem, és hát meg többször is, hát neki volt az a mondása, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor térjünk rá arra a történetre, hogyan megismerted az adventistákat, az első kapcsolat az advent közösséggel, vagy adventista személlyel. Hogyan ismerted meg az Istent ebből a megközelítésből? Hát egy kicsit messzebbről indulnék, hogy hát lehessen látni a folyamatot. Az volt, hogy ugye egyetemista voltam, és valami oknál fogva az egyik csoport, illetve nem is csoporttársam volt, az egyik társam, úgy látta, hogy úgy látszik, hogy én ilyen jó alany vagyok arra, hogy a lelki dolgokra fogékony legyek, és kaptam tőle egy Bibliát. Akkor nagyon nehéz volt Bibliához jutni, úgy csempészték be Hollandiából, és hát ugye valóságos kincsnek számított. És hát kaptam egy Bibliát, és én elkezdtem úgy olvasni, ahogy általában a regényt vagy a szakkönyvet kezdik, ugye előről. És eljutottam ugye a Mózes első könyve második fejezet végéig, hogy az ember és az ő felesége mezítelenek valahogy, ezt nem szégyelték. Hát itt megálltam, mert mondom, hát ilyen, én úgy vettem kezembe, hogy ez egy szent könyv, amiben ilyen magasztos dolgokról van szó, és hát itt van egy naturalista házaspár, akik ráadásul még csak nem is röstelik, hát mondom, ez nekem magas, becsuktam a Bibliát, azt hazavittem az anyukámnak. Ez volt a indítás, így ebbe a dologba, és hát ugye ez valamikor úgy elsős tájékán volt, amikor harmadikos voltam, akkor hát az volt talán a legnehezebb fél év, a harmadiknak a vége. És azt szoktam csinálni, hogy napközben tanultam erősen, és akkor olyan zsongó fejjel este elmentem egyet nagyot sétálni a város parkjába, ahol az egyetem volt, hogy egy kicsit kiszellőztessem a fejemet, és hát felkészüljek így lélekbe a másnapi vizsgára. És ahogy így mentem a csillagos ég alatt, úgy egyszer csak fölvetődött bennem az, hogy hát milyen hatalmas és jóságos az Isten, és hogy bizonyára ismeri a problémámat, a gondomat, és szeret engem, és mintha csak úgy az ő szeretete úgy körül ölelt volna, és hát ezzel az érzéssel mentem haza, és másnap jelesre levizsgáztam, és ezzel befejeztem azt a fél évet. Nagy örömmel, és hát úgy gondoltam, ahogy ott ugye volt egy ilyen Isten tapasztalatom, hogy hát vissza kellene csatlakozni oda, ahol elszakadtam Istenről. Ugye eltelt 3 év az egyetemen, hogy az alatt azt se tudtam, hol van Gödöllőn a katolikus templom. És hát ezért lementem Mária Besnyőre, ott az egy búcsújáró hely, de hozzátartozik így Gödöllőhöz ez a hely, és hát ott az öreg asszonyok összecsapták a kezüket. Jaj, de jó, hogy jött fiatal ember, azt mondja, mert hát ugye akkor a pártállam azt csinálta, hogy elvonta valahogy a fiatalokat, és körmenet lett volna ott a templomban, és azt mondja, hogy
nem vinné a keresztet a körmenetbe. Hát én farmerba, pólóba, hosszú hajjal vittem a körmenetbe a keresztet, és hát ugye amikor visszavettem a kollégiumba, a srácoknak hiányoztam, mert ugye nagy szám volt az, hogy jól megcsináltam a fél évet, és hát, hogy hol lehet, hát kérdezték, hol jártál, talán a templomba voltál, és mit csináltál, azt már vittem a körmenetbe az a keresztet, és azt hitték, hogy ez egy poén részéről, hogy ezzel csak viccelődik. Na és utána hát kezdtem imádkozni, hogy Isten adjon egy olyan társat, aki segít nekem ugye, a hit életbe, de az majd egy másik fejezetbe fogjuk innen folytatni. Tulajdonképpen itt indult el az én hívői hát, a pályafutásom, igen, köszönöm szépen, tehát így indultam újra vissza. Az első találkozás advent közösséggel, adventistával, akkor az a párválasztás jegyében történt? Is. Az a helyzet, ez volt az egyik szál, de érdekes módon Isten több mentőszálat, illetve mentővel dobott még egyet. Ugye Pannika benn lakott Budapesten, én meg Gödöllőn. A kedves feleséged? Igen, a kedves feleségem, hát akkor még nem az volt. És amikor egy alkalommal mentem hozzá, akkor ugye egy adventista hölgy hát látta, hogy Bibliát olvasok, azt hiszem úgy volt, és akkor hát úgy rám szállt a jó értelembe, és akkor neki le kellett volna félúton szállni, de egészen a végállomásig jött, hogy engem majdcsol, és akkor meghívott a házánál levő bibliakörre. Hát akkor egy darabig oda is jártam, tehát tulajdonképpen egy darabig ilyen párhuzamos dolgok futottak. Tehát ez volt az, amikor akkor kezdtem jobban megismerni a Bibliát, és így a Jóisten felé fordulni. Hogyan történt az, hogy egy adventista családban ilyen komolyan felvállald az advent hitet, meggyőződést, hogy a lelkiszi szolgálatban is részt vállalj? Menjünk vissza egészen a kezetekhez. Mit jelentett az adventizmus a te családodban? Honnan indul a családi élet ebből a szempontból? Nagyon köszönöm a kérdést, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. És köszönöm szépen, hogy itt most beszélgethetünk erről a témáról. Ez az egyik legkedvesebb témám. A családi hátteremről annyit, hogy édesanyám ukrán származású, Ukrajnában éltek, és tudomásom szerint még az ő szüleinek a szülei is, tehát a dédszüleim is adventisták voltak. Munkácstól nem túlságosan messze Lvov irányában éltek ők, és édesanyám onnan hozta magával az adventizmust, ők is öten voltak testvérek. Milyen családnévről van szó édesanyád ágán vonalán? Őket úgy hívták, hogy Popovics. Popovics László vagy Vasil volt a nagypapám, és hát Popovics Mária volt a felesége, és utána őket pedig, tehát az apukám, vagy az anyukámnak a teljes neve pedig Alexi volt. Tehát Alexi Vasili. Az ő családjukról még annyit szeretnék elmondani, hogy öten voltak testvérek, és az öt közül egy személy nem lett adventista csak, tehát a négy igen, és ez a négy személy hát egészen a halálukig az Úr Jézussal jártak. És az unokatestvéreim között, tehát az anyai unokatestvéreim közül is többet ismerek, akik hát az adventista hitet gyakorolják, és ennek nagyon-nagyon örülök. Hát ennyit az anyai nagyszüleimről. Édesanyámról annyit kell tudni, hogy ők is nagyon szegény családból származtak, és amikor édesanyám 18 éves lett, akkor elment Szlovákiába, úgymond szerencsét próbálni, és ott kassán dolgozott. Aztán később átjött Magyarországra, és Magyarországon az adventista egyház akkori elnökéhez, a Mihnai Lászlóék családjához vették föl. Egyrészt, hogy a lányokra vigyázzon. Egyébként a Mihnai lány a Zarka Péter anyukája. Ő pedig lelkész ugye az adventista egyháznál itt Magyarországon. És hát ő őket pesztrálta, és ugyanakkor, mivel nagyon jól tudott oroszul, ukránul, szlovákul és magyarul is, ezért tolmácsolt, még abban az időben nagy dolog volt az, hogy ugye a
Szovjetunió felé tudott valaki tolmácsolni, és anyukám ilyen szempontból nagyon ügyes volt, hogy tolmácsolt. Egy borzasztó szorgalmas személy volt, úgyhogy igyekezett megtanulni a magyar nyelvet jól, annak ellenére, hogy nem volt túl magas iskolai végzettsége, de folyamatosan képezte magát. Származásilag édesanyád magyar vonalat képviselt, nem, vagy részben? Ukrán, ott, ahol lakott, ott nem is beszéltek magyarul, illetve csak nagyon kevesen, és az ő, tehát az anyai nagyszüleim valamennyit tudtak magyarul. Most voltam nem túl régen ebben a gyülekezetben, ez egy 600 fős gyülekezet, a falu az talán 3000 lakosú, és Iloncának hívják ezt a falut, és egy kb. 600 fős gyülekezet van ott, de nem tudnak magyarul, tehát csak oroszul vagy ukránul beszélnek. Azt gondolom azért kezdted a családi bemutatót édesanyáddal és édesanyád Ágával, mert különleges módon kötődsz hozzá érzelmileg. Mi az, amit édesanyádról így elmondanál, mielőtt még beszélnénk édesapádról is, ugye a nagy családi életről, hogy mi az, ami megfogott az ő helytállásában, jellemében? Anyukám olyan missziós lelkületű volt, hogy azt elmondani nem lehet. Egyszerűen például elment fürödni egy gyógyfürdőbe, és ott valakivel beszélgetett, és csak a hitéről tudott beszélni, de arról olyan lelkesen, és akkor mondja, hogy aranyoskám, hoztam magának egy könyvet, majd leteszem a portára, vegye föl, kérje el a portástól. És akkor ott hagyott egy Jézushoz vezető utat, vagy egy Jézus életét, attól függ. Folyamatosan volt a táskájába könyv. Volt olyan időszak Magyarországon, amikor nagyon tilos volt a könyvek árusítása, meg így a házról házra járás, anyukámat nem zavarta, és amikor azért a 3000 forint nagyon-nagyon sok volt, akkor megbüntették a rendőrök, mert hogy anyukám áthágta a szabályokat, és ő hordta a könyveket, és vitte, és egy nagyon lelkes, nagyon-nagyon missziós lelkületű volt édesanyám. Édesapád történetéről, életéről mit tudnál mondani, illetve az ők megismerkedésükről? Édesapám vonala evangélikus volt, ők evangélikusok voltak, és egy nagyon érdekes módon került az adventizmus az édesapám még családjába. Volt egy lelkész, akit úgy hívtak, hogy Liphart László. Már meghalt, az ő gyermekei is adventisták, az egyik Angliában él, a másik az én nászasszonyom. És ennek a Liphart bácsinak volt egy ötlete, elment ebbe a faluba, ami egy borzasztó nehezen kimondható falu, Ostfi asszonyfa. Ez a neve. Vas megyében van, egészen viszonylag közel az osztrák határhoz. Még egyszer kérlek. Ostfi asszonyfa. Érdekes. Ostfi asszonyfa. Ostfi asszonyfa. És elment ebbe a faluba, és mivel ott senki nem volt adventista, legalábbis ő nem tudott senkiről, bement a kocsmába. És a kocsmába megkérdezte a kocsmába ülő emberektől, hogy ne haragudjanak, hogy megkérdezem, de van-e itt ebbe a faluba vallásos ember, aki úgy igazán hívő ember? És kórusba mondták ott a pulton, akik támasztották a sörös kupájukat, hogy az Eszter néni, az Eszter néni, az Eszter néni. Tehát ki ez az Eszter néni? És akkor elmondták, hogy hol lakik. Hát ő az én nagymamám. Az én nagymamám az egy evangélikus asszony volt, és folyamatosan a jó Istennel járt. Olvasta a Bibliát, és az ő evangélikus hitét nagyon, nagyon kiélte. Három fia volt, az egyik az sajnos meghalt, a másik az még ma is él, és 82 éves, édesapám is sajnos már meghalt. És elment ehhez az Eszter nénihez, és így, igaziból így kezdődött a mi falunkban az adventizmus. Kiderült, hogy még van egy idős bácsi és egy idős néni, akik szintén adventisták, de mivel nem volt gyülekezet ebben a faluban, valahova nagyon messze jártak, amikor éppen elmentek. És így a nagymamám lakásába kezdtek összejönni, mint ilyen kis családi olykosz. Hogy emlékszel vissza gyerekkorodra, illetve most már elmondhatjuk menet közben azt is, hogy a szüleid hogy ismerkedtek meg, ha van ezzel kapcsolatosan egy élmény, egy tapasztalat. Hogy milyen volt a gyülekezeti élet abban az időben, és milyen volt akkor a megismerkedésük? Hát inkább a megismerkedésük. Az volt, hogy édesanyám az ugye egy nagyon missziós lelkületű asszony volt, és amikor édesapám megkeresztelkedett, mert ugye a nagymamám az ennek a Liphart testvérnek a hatására megkeresztelkedett. Édesapám pedig nagyon szeretett volna megkeresztelkedni, mert nagyon fiatal volt, de kierőszakolta, hogy ő is szeretne megkeresztelkedni, és azt mondta neki ez a Liphart testvér, hogy de csak akkor keresztelkedhetsz meg, hogyha dolgozol is, tehát nem csak egy ilyen tunyatag leszel, hogy leülsz a gyülekezetbe, és persze, hát édesapám is nagyon lelkes volt, és könyvevangélista lett.
És volt egy könyvevangélista gyűlés, ahol hát abban az időben, 1949 és 52 között volt ez az időszak, hogy voltak ilyen nagy könyvevangélista konferenciák, és édesapám meglátta édesanyámat. Egy pillanat alatt beleszeretett. Csak nem merte neki megmondani. És így hazament édesapám is, meg anyukám pedig ott maradt Pesten, és édesapámnak a szíve dobogott, mert mondta, hogy meglátta a világ legszebb hölgyét, de semmit nem tudott róla. És édesanyám is valahogy így volt, aztán így első látásra szerelem alakult ki köztük, és végül összetalálkoztak és összeházasodtak. Milyen volt a családi élet nálatok, otthon a hangulat? Szuper. Hányan voltatok testvérek? Hogyan emlékszel a szülőkre, mint gyereknevelőkre, édesapára, édesanyára? Ketten voltunk testvérek, sajnos 42 évesen meghalt az öcsém. 4 gyereket hagyott hátra. A gyerekkoromra úgy emlékszem vissza, hogy valami csodálatos gyermekkorunk volt. Ugye anyukám is, meg apukám is nagyon missziós lelkületűek voltak, és ezt szerették volna nekünk átadni. És emlékszem, hogy a péntek esték azok mindig úgy teltek, hogy közösen énekeltünk, biblia szövegeket mondtunk, akkor édesapám ilyen találós kérdéseket tett fel a Bibliából, meg kellett tanulni az összes reggeli dicséretet vasárnaptól szombatig, tehát egy nagyon aktív életet éltünk, nagyon szerettünk énekelni. Édesapám nagyon klassz volt fütyülésből, mindig fütyülte az énekeket. És csak egy későbbi sztorit szeretnék itt elmondani, hogy már akkor házasok voltunk, és a férjem kérdezte a TS elnöktől, hogy nem tudod véletlenül, hogy merre van az apósom, mármint hogy az én édesapám? És akkor azt mondta neki, hogy Pistám, indulj el azon az úton, és ahol fütyürészést hallasz, hogy valaki fütyül, ott van az apósod. Az apukám állandóan fütyürészett, állandóan jó kedvű volt. Hogyan viszonyultak a szülők hozzátok, amikor lehet, hogy nem azt tettétek, ami a leghelyesebb, vagy lehet nem voltatok annyira csintalanok, mert a régi világban talán a gyerekek jobbak voltak valamivel, de azért mégis a szigorúság hogyan nyilatkozott, vagy nyilvánult meg a nevelési módszerünkben? Nagyon komoly, tehát arra emlékszem, hogy sokszor beszélgettek velünk. Különösen édesapám, ő igazán a család papja volt. Én egyszer kaptam ki, de akkor nagyon. Azt mondta édesapám, hogy azért kapok ki, hogyha 70 éves leszek is megemlegessem. És azt hiszem, ezt még el is mondom, ezt a történetet. Az volt, hogy 6 éves voltam, és hát mintegy 6 éves, ugye, nem kell különösebben bemutatni a 6 éveseket. Abban az időben még sok ökrös szekér járt a faluba, és velünk szemben volt egy kovács műhely. És jön egy ökrös szekér, úgy hívták a bácsit, hogy Takács István. És megállt előttünk, és bement valamiért a kovács műhelybe. És ez alatt én, a 6 éves kislány, leakasztottam hátulról a vasvillát. És a bácsi ezt nem vette észre, bevittem a vasvillát hozzánk a kamrába, és figyeltem, hogy mi fog történni. Hát ugye az ökrös szekér elindult. És ment, és én úgy 2 percenként kiszaladtam az utcára, hogy na vajon mikor veszi észre, hogy nincs meg a villája. Hát a bácsi az ment vagy 2,5-3 kilométert, hogy összegyűjtse a szénát. És hát amikor odaért, akkor kiderült, hogy nincs mivel összegyűjteni, ezért megfordult és visszajött. És neki feltűnő volt, hogy van ott egy kislány, aki kiszalad, meg beszalad, és megállt előttünk, és azt mondta, hogy adjam oda a vasvillát. És hát ugye, aki lop, az hazudik is, mondtam, hogy milyen vasvillát, én nem tudok semmiről. Azt mondja, jó, rendben van, akkor megyek a rendőrségre. Hát akkor rögtön meglett a vasvilla, odaadtam a bácsinak a vasvillát, és vártam, hogy mi lesz ezután. Hát nagyon hamar megtudtam. Édesapám megérkezett, és a kertünk végében voltak fűszfa vesszők, nem tudom ismerőseke, ilyen sárga, vékony fűszfa vesszők, és így ráültetett az ölére, így. És engem úgy elvert, hogy édesanyám már sírva könyörgött, hogy megölöd ezt a lányt. Azt mondja, nem. Tanulja meg, és még 70 éves korában is emlékezzen rá, hogy nem hazudunk, és nem lopunk. Úgyhogy ezt megtanultam. Ez volt az egyetlen egyébként, hogyha erről van szó, hogy mennyire fegyelmeztek minket. Nálunk volt tekintélye édesapámnak is, meg édesanyámnak is, nem verekedtek. Tehát én nem emlékszem, hogy akár az öcsém, vagy akár én egyszer is kikaptunk volna ezen kívül. Milyen módszerrel próbálták a szülők rávezetni a gyerekeket, téged és testvéredet arra, hogy
hogy valójában a hitélet az még gyerekkorban is, majd már tinédzser korban meggyőződés alapján működjön az életetekben, nem pedig egy erőltetett módon, vagy szokásból átvett módon történjen. Én azt hiszem, hogy ők ezért nem tettek semmit, csak elénk élték az ő kereszténységüket. Tehát ahogy ők megélték, ahogy ők olvasták a Bibliát, mi ezt láttuk az öcsémmel is, és ahogy énekeltek, ahogy beszéltek másoknak a hitükről, ahogy amilyen lelkesen tudtak arról beszélni, hogy milyen tapasztalataik vannak az Úrral, ezt mi láttuk. Szombaton délutánonként mindig édesapám kivitt minket a mezőre, és akkor ott mesélt nekünk a virágokról, a fákról, a patakról. Szóval olyan élő volt az Istennel való kapcsolatuk, és ezt így átadták. Gyülekezeti életben milyen módon kapcsolódtatok be, illetve jártatok-e imaházba, és akkor milyen volt az imaházba járás az ottani mindenkori alkalommal a szolgálatok? Hát az volt, hogy mivel ebben a faluban még kevesen voltak adventisták, először csak 4-5-en, aztán 10-16-an, hiszem 18 volt a maximum ebben a faluban, ahányan adventisták lettek. Mi ott nőttünk fel ebben a gyülekezetben, és hát ott mi minden, tehát nem volt ilyen, hogy leülsz a székre és hallgatod a prédikációt, mert negyed évente egyszer jött egy prédikátor, és akkor nagyon boldogok voltunk, hogy jött végre egy prédikátor. Tehát mi megtanultunk Ellen White könyvekből felolvasni, Bibliából felolvasni, elmondtuk a gondolatainkat. Állandóan minden szombaton volt ilyen, hogy a reggeli dicséretet úgymond kikérdezték, hogy megtanultuk-e nap mint nap a Biblia szövegeket, aranyszövegeket kellett megtanulni. Szóval nagyon élő volt. Én csak erre tudok visszaemlékezni, hogy kicsi volt a gyülekezetünk, de nagyon sokat énekeltünk, sokat olvastunk közösen, átbeszéltük. Apukámnak még ma is megvannak nálam olyan könyvei, hogy eddig olvastuk, ugye oda van írva, hogy eddig olvastuk és átbeszéltük. Tehát így folytak a szombatjaink. Egy utolsó záró gondolatban, amihez talán István testvér is hozzászólsz a záró részben, hogy ki volt nagy hatással az életetekben. Most már gondolok itt a szüleitekre, mind a két fél részéről, hogyan éltétek meg az ők tevékenységüket, tanításukat, és esetleg szótlan tanításukat az életetekre nézve. Hát rám az apósom volt nagy hatással, mint adventista. Tényleg úgy, ahogy Panni elmondta, hogy ő folyton optimista volt, minden alkalmat megragadott, hogy valami lelki dologról beszéljen. Énekelt, udvarias, barátságos volt, még a gyerekeknek is előre köszönt. Emlékszem, hogy amikor először ugye, tettem látogatást a Panniéknál, akkor csak egy zakó volt rajtam, azt is segített levenni. Tehát nem a nagy kabátot, meg amúgy zavaró lett volna, hogy én 20 éves voltam, ő meg azért már ugye az életed elén túl volt. Tehát egy ilyen valaki, egy ilyen udvarias, barátságos, kedves, mosolygos ember volt, aki ugye nagyon sokszor fölült a mopedjére, és akkor elment valahova a környékre, és akkor meglátogatott olyan embereket, akik nyitottak voltak a lelki dolgok iránt. De akkor még azért az anyósom is jó hatása volt rám. Többször szerveztünk, mikor már szolgálatban voltunk, könyvevangélista tábor, és hát amikor jöttek haza a fiatalok, akkor örültek, hogy mit tudom, 3 könyvet eladtam, 4-et. Az anyósom meg így dobálta a üres táskát, mert ő eladott mindent. Te hogyan látod a szüleidet ebben az életútban, ahogy férjed is elmondta, nyilván akkor rád is életetek minden időszakában, napjában hatással volt az, ahogy éltetek együtt velük? Az az érdekes, hogy édesapámra meg édesanyámra soha nem emlékszem, hogy veszekedtek volna, bár az nem igaz, hogy nem csörrent a kanál, hogy nem lett volna ok arra, hogy vitatkozzanak, de nagyon érdekes volt számomra, amit úgy megjegyeztem, és még a mai napig is próbálom ezt megvalósítani, hogy amikor valamelyiknek nem volt igaza, vagy valamelyik fölment a pumpa, akkor a másik vagy kiment, vagy jól van, hagyjuk, na majd erre visszatérünk. Tehát úgy nem fokozták a feszültséget, hanem inkább úgy mosolyogva túlmentek rajta.
És ez egy olyan jó példa volt számomra, hogy nem kell mindig a végletekig elmenni egy-egy vitatkozásnál, hanem valamelyik engedjen. Akkor rám nagyon nagy hatással volt a nagymamám. Amikor megismerkedtünk a férjemmel, akkor az első, akihez elvittem, az a nagymamám volt, apai nagymamám, mert ő volt egy olyan, aki maga köré gyűjtötte a gyerekeket, mindig mesélt nekik, verseket mondott, megtanította őket, de ugyanakkor megdolgoztatott minket. Hogy most borsót pucolj, most. Tehát mindig valamit dolgoztatott, de ugyanakkor meg rengeteget mesélt, meg történeteket mondott, és élvezték a gyerekek, hogy a környezetében lehetnek, és amikor összeházasodtunk még azelőtt is, mindig hát olyan jó volt a nagymamával együtt lenni. A lelkészek közül azért szeretném elmondani, hogy rám néhány lelkész nagyon nagy hatással volt. Olyan helyen laktunk, hogy határsávba laktunk. Azt nem tudom, tudod, de mit jelent, hogy úgy laktunk, hogy Ausztriához annyira közel laktunk, hogy aki odajött hozzánk, azt már a vonaton ellenőrizték a rendőrök, hogy hova utazik. Mert benne voltunk ebbe a zónába, viszonylag közel a határhoz. És ennek ellenére jöttek hozzánk a lelkészek, és ami borzasztó jó hatással volt rám, hogy volt olyan lelkész, aki amikor látta, hogy eljött hozzánk látogatni, és látta, hogy a szüleim mennek ki kukoricát kapálni, akkor azt mondta, hogy tegyetek be nekem is egy kapát, és kijött velünk, és egész nap kapálta azon a tűzőnapon, és közbe beszélt, tehát erősítette a szüleimet meg. Tehát lelki gondozott, és nekem ez akkora hatással volt. És talán még egyet elmondok, hogy 11 éves voltam, amikor elhatároztam, hogy két dolgot szeretnék az életembe, és hála Istennek mind a kettő megvalósult. Az egyik, hogy szeretnék vegyész lenni. Nagyon szerettem a kémiát. Még nem is volt az iskolában a tantárgya kémia, amikor faltam a kémiával kapcsolatos könyveket. Emlékszem, a kromoszómákról és a génekről olvastam. És folyamatosan a gének, a kromoszómák is, és fújtam. Annyira érdekelt ez a téma, és arra gondoltam, hogy én mindenképpen ilyen kutató szeretnék lenni, aki kémiával foglalkozik. A másik vágyam az volt, hogy mindegy, hogy mi leszek, orvos vagy bármi, de emberekkel szeretnék foglalkozni. És mind a kettő bejött, mert vegyésztechnikus lettem, legalábbis az iskolai végzettségemet illetően, és egy állategészségügyi intézetben dolgoztam, a Filaxiánál, ahol száj- és körönfájás elleni vakcinákat kísérleteztünk ki, másrészt pedig lelkész lettem. Tehát emberekkel is sikerült foglalkozni, meg a vegyészetet is sikerült gyakorolni egy darabig. Hát ennyit magamról. Köszönöm, hogy megosztottátok gyerekkori élményeiteket, illetve családi háttereteket. Azt, hogy hogyan ismertétek meg az Istent, vagy hogyan tudatosult bennetek az Isten szeretete és imádata. Isten áldását kívánunk nektek, és egy következő beszélgetésben akkor majd arról fogunk hallani részletekről, hogy hogyan ismerkedtetek meg, és hogyan indult az élet közösen. Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy beszélgethettünk. Szintén. Kedves nézőink, eddig tartott a mai beszélgetésünk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szimpatikus, kedves házaspárt ismerhettünk meg, akik az életben tudták, hogy mit kell tenni, és a lelki gondozói szerepet vállalták fel. Ennek egy háttere volt, és a háttérben pedig ott volt a család, ott volt a megtérés pillanata. Ha kíváncsiak arra, hogy a Gyűrűs családnak a közös élete, Gyűrűs Istvánnak és Gyűrűs Istvánnak hogyan indultak a mindennapjaik a szolgálatban, akkor kérem, tartsanak velünk egy következő beszélgetésben. A viszontlátásra!
Az utolsó tégla. Épp figyeltem a szomszédunkat, aki köműves. Betonalap, malter, egy sor tégla, malter, kötésben a következő sor tégla, és így tovább. Aztán rákerül a tetejére a betonkoszorú, ez tartja a tetőt. Elgondolkodtam. Ha egy szobát téglafallal ketté szeretnénk választani, akkor tégláról téglára rakjuk föl a falat. Még az utolsó sor felrakása előtt is meghallom, ha a túloldalról átszólnak. Még akkor is, amikor három, kettő vagy egy tégla hiányzik. De ha az utolsó téglát is beteszem, képtelen leszek tovább meghallani bármit is. Mit gondolsz, lelki értelemben vajon nem így van? Isten szól hozzád. Gyermekem, olvasd ma reggel a Bibliát, mielőtt elindulsz. Nincs időm, mondod, és letettél egy téglát. Légy becsületes, szól újra hozzád. De hát mindenki csal az adóbevallásnál, és letettél megint egy téglát. Kérj tőle bocsánatot. Miért éppen én? Újabb tégla. Menj el az imaházba. Nincs kedvem. Ismét egy tégla került a helyére. És épül a fal közted és Isten között. Végül már alig hallod a hangot, eltompult a lelkiismereted. De ma van egy fantasztikusan jó hírem. Még akkor is elkezdheted a fal lerombolását, amikor már csak egy téglányi hely van a falban. Kezd el még ma a rombolást, és kezd el építeni a kapcsolatot vele. Thank you.
Verebi László, keresem az Istent. Keresem az Istent mindig, egyre jobban. Ha szól hozzám, a szívem megdobban. Feledem a múltat, s figyelem a jövőt, mert Isten is szánja az esendőt. Hiába bolyongok folyton egymagam, vergődök, mint más, mert az út bizonytalan. Nem ismerem az útat, és nincs ki vezessen, s így nem találom meg azt, ki fel is emeljen. A természet még mindig Isten temploma, és benne látható sok ezernyi csoda. Benne van az ember, de nem veszi észre, hogy csupán néki szól Isten beszéde. Keresem az Istent azért, mert elhagytam, és rájöttem arra, hogy roppant nagy baj van. Isten nélkül az élet puszta és sivár. Meghal mindenki, ki Isten nélkül jár. Keresem az Istent minden fűszálban, a napfényben, az esőben, a szivárványban. Minden, ami mozog, szüntelen azt súgja nékem, Isten a holtakat is életre hívja. Én is halott vagyok, pedig élek. S míg Krisztus hív, szüntelen remélek. Remélem azt, hogy egyszer én is rátalálok, és ezután tőle soha el nem válok. Valaminek érzem, már történnie kell. Szeretném, hogy engem is az Isten emeljen fel, hogy feledjem a múltat és mindent, ami rossz, és örvendjek annak, ki örében hordoz. Legyen hát a szívem Istennek temploma, történjen meg benne a sok ezernyi csoda, hogy más is észrevegye, hogy bennem Krisztus él, mert rátaláltam arra, ki én hozzám beszél. Thank you.